Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Strategischer Plan. Evaluierung von der Landesvorsitzenden. Schweineschlacht als Traditionspflege. Ziel in Pogern ist, die schwäbischen Traditionen zu bewahren und weiterzugeben. Aufführung über die Aussiedlung der Deutschen. Nach einer Freilichtaufführung Vorstellung im Fünfkirchner Lenauhaus. Dieses Jahr wurde die feierliche Übergabe der ungarndeutschen Nationalitätenstipendien im Jinka-Gymnasium veranstaltet. Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen begann die Arbeit des vergangenen Jahres zu evaluieren. Aufgrund der gewonnenen Ergebnisse wird ein neuer strategischer Plan zusammengestellt. In Zukunft soll mehr Aufmerksamkeit der Einbeziehung der Jugend gewidmet werden und auch die Erscheinung in den Medien soll bunter und leichter erreichbar sein. Lezárult az a több éves stratégiai terv, amit 2016-ban indított el a magyarországi németek országos önkormányzata. Englenderné Hock Ibolya elmondta, jelenleg az eredmények kiértékelése zajlik, ezután kezdik meg a következő évi tervek kitűzését. 2016-ban indítottuk el a stratégiánkat, lezárult. A tavalyi év arról szólt, a 2021-es év, hogy a stratégiák egyes elemeit, ami öt területet foglalt magába, politika, kultúra, oktatás, média, ifjúság. Ezt felülvizsgáltuk. A stratégiánknál az egyes célkitűzésekhez tartoztak különböző indikátorok. Ezt az adott bizottságok felülvizsgálták, és egy konklúzió, mi valósult meg, mi nem, és ennek kapcsán most egy friss stratégia épül, tehát részben megtartunk elemeket, részben pedig módosítunk annak megfelelően. Az országos német önkormányzat mindemellett egy közvéleménykutatást is végzett a magyarországi németek körében. Összesen 1200 embert kérdeztek meg a parlamenti képviselő, illetve az országos önkormányzat munkájáról. A felmérés elemei közé tartozott, hogy az emberek mennyire ismerik és mennyire vannak megelégedve az önkormányzat munkájával. Az itt kapott eredményeket pedig felhasználják és beépítik az új stratégiájukba. A közvéleménykutatásból többek között az is kiderült, hogy a fiatalokra és a fiatalok munkavilágába való visszatérésére nem fektettek kellő hangsúlyt, éppen ezért e téren mindenképpen változtatni szeretnének. Így az ifjúság feladata lesz azon projekteknek az elkészítése, ami alapján ez a fejlődés sikeresen megvalósulhat. Igazából azt kértem, hogy a célkitűzések mellé egy-egy projektet is mindjárt tervezzenek meg, tehát hogy nem csak ők, tehát mind az öt terület, hogy azt a célkitűzést milyen konkrét projekt alapján szeretnénk fejleszteni, elérni, úgyhogy erre is lesz majd ötletünk, és akkor ezt a következő öt évben így módszeresen tudjuk felépíteni, hogy az egyes projekteket így megvalósítjuk, és hát reméljük, hogy ezzel jobban el tudunk érni nagyobb rétegeket. Ami még mondjuk egy kicsit gyengébb pontunk, az a transzparencia. Tehát annak ellenére, hogy az utóbbi években azt hiszem ezen a téren nagyon sokat fejlődtünk a Facebook megjelenéseinkkel, a rendszeres hírlevelünkkel, ami heti szinten, illetve akár többször is, de ez még mindig kevés. Most ennek egy olyan eleme, hogy új honlapunk, megújult a honlapunk teljes egészében, és azt hiszem, hogy ez is segíteni fog, de ezen a téren is kell még tennünk. Illetve amit még kiemelnék, az az együttműködés a parlamenti képviselő és az országos német önkormányzat között. Ennek egyrészt intenzívebbnek kell lennie, de ennek is transzparensebbnek kellene lennie, mert ha, ugyan mi együttműködünk, és ezt tudjuk, de ettől a nagy közönség ezt nem tudja. Tehát közös hírlevelek megjelenésében gondolkodunk, illetve hát olyan közös Facebook bejegyzések, ami mind a kettőnkre vonatkozik. Tehát ezt muszáj nagyon feltétlenül szükséges, hogy a közvélemény számára elérhetőbbé tegyük a tevékenységünket tulajdonképpen. A 2021-es évben is számtalan sikeres projektet tudhat maga mögött a magyarországi németek országos önkormányzata. Összesen 62 olyan intézményt hoztak létre, amelyeket helyi német önkormányzatok tartanak fent. Sok beruházást tudtunk megvalósítani, a Koch Valéria iskola központ Szőnyi úti óvodája megújult, a Lénau háza jövő évben, itt Pécsett jövő évben kerül felújításra, aztán
aztán a Budapest, a Pilisvörösvári Schiller gimnáziumunk tető felújítása, és hát Városlődön a Németház felújítása is elkezdődött. Tehát az egyik oldal ezek a beruházások, amik azt gondolom, hogy nagyon nagy eredmények. A másik oldalon pedig én azt is nagyon, nagyon nagy eredménynek tartom, hogy újra be tudtuk indítani a kulturális életet a pandémiás helyzet után. Sok megyei rendezvény, települési rendezvény megvalósult most az ősszel, ami korábban nem tudott. Hát egy bánatunk azért van, hogy most a januári gálát azt el kellett halasztanunk, megpróbáljuk júniusra, hát ha akkor meg tudjuk tartani. Tehát a kulturális élet beindulása, ha még nem is 100%-osan, de ez nagyon fontos. És hát amiket az oktatási intézményekben elértünk, illetve 21. január 1-től kezdődően önálló az oktatási és módszertani pedagógiai központunk, és hát az elsődleges feladata az, hogy nem csak az országos önkormányzat intézményeit, hanem az átvett több mint 60 intézmény pedagógiai szakmai munkáját is segítse. Ott létszámbővítést is tudtunk eszközölni, és így ők most gyakorlatilag az egész országot lefedik szakmai tanácsadással. A 2022-es év, illetve az elkövetkezendő 4 év egyik célkitűzése, hogy minél többen merjék vállalni a német nemzetiséghez való tartozásukat. Habár a jelenlegi adatok sem nevezhetőek rossznak, mindenképp emelni szeretnének rajta. A legutóbbi népszámlálás az egy 180 ezer fő volt körülbelül, de ez nem egy mérvadó szám, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hiszen több kérdés vonatkozik a nemzetiségre. Anyanyelv, nemzetiségi hovatartozás és a nyelvhasználat, hogy milyen körben használja a német nyelvet, és ennek a háromnak az együttes száma ez a 180 ezer. Amin emelnünk kellene nagyon az maga az anyanyelvhez való tartozás, az egy viszonylagosan alacsony szám, de ez a 180 ezeret is szeretnénk megemelni. In Pogern wurde eine traditionsprägende schwäbische Schweineschlacht abgehalten, mit dem Ziel, dass auch die Jugend der Siedlung die schwäbischen Traditionen kennenlernt. Bei der Veranstaltung trugen die Frauen Schürze und die Männer Schweizer Mütze. Wegen der Covid-Regelung fielen Abendessen und Ball dieses Mal aus. A hagyományok azért vannak, hogy a közösség fennmaradjon. Jól tudják ezt Pogányban, ahol a német önkormányzat 1998-as megalakulása óta szervez programokat. A falusi népszokások közül talán az egyik legnépszerűbb esemény a disznóvágás. Pogányban ezt a hagyományt elevenítette fel a német közösség. 2014-ben kitaláltuk, hogy a fiataloknak megpróbáljuk ezt a régi falusi hagyományt átadni, a disznóvágásnak a fogásait. Megpróbáltuk ezt retrósítani, ezáltal jött létre az az ötlet, hogy a lányok jöjjenek fejkendőbe, otthonkába a fiúk, akinek van svájci sapkája, vagy siltes sapkája, régi fajta siltes sapkája. Megpróbáltuk a régi ízeket elővarázsolni, a régi fogásokat. Hát mai napon elmaradt, de szoktuk egy ilyen termékbemutatót csinálni, sonka, szalonna, egyéb dolgokat. Most ezt úgy próbáltuk megcsinálni, hogy ettől eltekintünk, mert kicsit csúszásban voltunk reggel az idővel, de úgy gondolom, hogy hálát adhatunk az égieknek, hogy ilyen időt fogtunk ki, nem kell bevonulni semmilyen épületbe. Itt tökéletesen a szabad idős rendezvény feltételeinek megfelelünk, és hát nagyon nagy hálával tartozunk a fiataloknak, fiatalabbaknak, akik ebben részt vesznek. Idén kicsit kevesebben vagyunk a szokottnál, mert egyik-másik német közösségi emberünknek karanténba kellett vonulnia. Egyébként ezt Német Nemzetiségi Egyesület címén hirdetjük meg ezt a disznóvágást, így be tudjuk határolni azt a közösséget, aki meg van ide hívva. Egyébként meg mi egymás közt úgy hívjuk a német közösség, akik az önkormányzat, meg az egyesületen belül tevékenykednek, illetve szimpatizálnak és segítenek mindenben. Pogány több nemzetiségű falu. Németek, horvátok és magyarok élnek itt. Az evangélikus vallású németség az 1800-as évek végén belső áttelepüléssel költözött Észak-Baranya és Dél-Tolna térségéből a faluba.
Nagyon aktívak, ezt gondolom. Nagyon sok programot szerveznek, aminek én nagyon örülök, és azt szerintem az egész település örül ennek. Nincsenek ennyire élesen szétválasztott határok, hogy ki a német, ki a horvát, ki a magyar. Egy település vagyunk, egy közösség vagyunk. Természetesen az identitását mindenki meg tudja őrizni. És nekem mindig is az a veszőparipám, hogy egy településen nem csak lakni, hanem élni is kell. És ez ehhez, ennek mentén kapcsolódik a mi életünk között Pogányban, és ez egy ékes színfoltja az évkezdésnek egyébként. Sajnos a tavalyi évben ez elmaradt, de az ezt megelőző sok-sok évben már itt nagyon sokan részt vettek ezen a disznóvágáson. Ez nem csak az ételről, itt arról szól, hanem a barátkozásról, a beszélgetésekről, de ugyanakkor mellette a fiatalság meglátja, meg tudja tapasztalni, hogy milyen egy igazi falusi disznóvágás, ami egy nagyon jó dolog szerintem. Bent a konyhán is nagy a sürgésforgás, míg a férfiak kint a disznót dolgozzák fel, az asszonyok sütnek, főznek. A frissen vágott disznómáját sütik itt a hölgyek, ezt kínáljuk a fenndolgozóknak. Készülnek a mártások, hagymamártás, gyümölcsmártás az ebédhez, és majd itt fogjuk készíteni a töltött káposztának a gombócokat. És hát a cél az, hogy az idősebbek átadják a fiataloknak a disznóvágás fortéjait, megtanítsák, hogy minél tovább maradjon ez a hagyomány, és készüljenek a házias finomságok. Az iskola menzáján pedig már készül az ebéd. Anna a horvát kisebbséghez tartozik, de mindig szívesen segít a német rendezvényeken is. Ugye ott lent leszúrták a disznót, mi főzünk itt fönt az uraknak, akik lent dolgoznak. Itt sütjük meg a húsokat. A Covid szabályok miatt ugyan az esti vacsora és bál ezúttal elmaradt, a sváb disznóvágás jó alkalom arra, hogy ezeket a régi szokásokat felelevenítsék, és továbbadják a gyerekeknek, a fiataloknak, akik majd a remények szerint megőrzik, és megtanítják ezeket az értékes hagyományokat a következő generációnak is. Die Produktion Bündeltanz wurde am 17. August in Feked von der Operngesellschaft unter freiem Himmel aufgeführt. Jetzt bereiten sie sich auf eine Aufführung im sogenannten Steintheater im Lenauhaus in Fünfkirchen vor. Im Voraus wurde eine Probe gehalten, weil sich die Bewegung der Schauspieler wegen der Umstände und Ausmaß in einem inneren Raum verändert. Die Geschichte ruft die Zeitperiode der Aussiedlung der Deutschen wach. Éppen az első pécsi előadás előtti lejáró próbán vagyunk. Ilyenkor az utolsó korrekció is megtörténik, ha éppen szükség van rá. A Bündeltanz című multidéző történet során a bíró szerepét Hartwig Benjamin alakítja. A bíró a szerep szerint segíti a két, illetve több falusvábjainak kitelepítését. A fiatal szereplő a Pécsi Művészeti Gimnázium drámatagozatán tanul, mestere a darab rendezője. Benjamin sváb származása miatt is kötődik a német színjátszáshoz. Korábbi fiatal évei is ezt igazolják. Én az Ákli Krisztiánnak vagyok még a színjátszója, ő a Pécsi Művészeti Gimnáziumban tanít, én pedig 12-es vagyok, ő volt a drámatanárom 4 évig. Előtte én is sváb színjátszóként kezdtem a színjátszást, német verseket mondtam, német helyeken, német színpadokon, és igazából most mondta az Ákli Krisztián tanár uram, hogy van egy lehetőség, és hogyha már én is kötődök a svábsághoz, mindenféle szinten, már csak a nevemből adódóan is, akkor megpróbáltam magam, és akkor, hogyha minden igaz, akkor még fogok vele játszani együtt. A darabban az idős férfit a korábban sok fiatalal együtt dolgozó és rendezőként is kiváló idősebb Bagosi László alakítja. Számára ez azért kihívás, mert, mint mondja, 4 éve már nem volt színpad közelében, részben a pandémia miatt, részben, mert a tanítást abba hagyta. Abban az értelemben is egy kihívás, hogy egy olyan szerepet játszani, ahol az ember végig az előadásban jelen van, de alig szól egy pár szót, ez egy elég nehéz dolog, de nagyon oda kell figyelni, és nagyon fegyelmezetnek kell lenni, mert mindenféle tevékenység nélkül jelen lenni, és a nézőnek azt érezni, hogy ez a figura ott van, és azért van ott, mert
ez valószínűleg elég nehéz feladat, és elég sok koncentrációt, vagy nagy koncentrációt igényel a részemről, amiben nincsen elég rutinom. De talán ez segít is benne, hogy nem a paneleket próbálom segítségül hívni, hanem valahogy belülről próbálom fölépíteni, mégpedig már csak azért is, mert én a koromnál fogva is megérint ez az egész dolog, jó lett velem, ilyesmik nem történtek, mint ami a darabban. De ilyenkor az ember végig gondolja az egész életét, akkor amit leélt, történtek velem is nagyon jó dolgok, meg rossz dolgok. És hát ez a láda, amiben a fiatalkori énem, amire rácsukja magára ezt a ládát, ez az egész láda az én múltam. És ebből a ládából kikandikál egy csomó minden dolog, aminek örülni is tudok, meg amiért szomorú is vagyok, meg amit valószínűleg nem jól csináltam, és ezt ebben az előadásban sikerül valahogy magamban felszínre hoznom. Ezt a produkciót 2021. augusztus 17-én Fekeden szabadtérben mutatta be az Oberon Társulat. Most úgynevezett kőszínházi előadásra készülnek a Lénauházban. Ilyenkor fontos lejárópróbát tartani, hiszen a szereplők mozgása megváltozik a helyszín körülményeinek, méreteinek változása miatt. Ackley Krisztián, a Bündeltánc című multidéző kétrészes történet rendezője, a kinti és benti előadások közötti különbség fontosságáról is beszélt. Ez az Oberon Társulatnak egy, mondhatjuk azt, hogy egy megszokott munkamódszerét használta, ahol a történelmi hagyományokat, mondjuk a sváb népzenei örökséget ötvöztem én a színészeknek az improvizációival, és az így létrejött szöveget egy dramaturg segítségével mi formába öntöttük, és így jött létre az előadásunk. Én ezt úgy terveztem, már évek óta gondolkodtam ezen az előadáson, úgy terveztem, hogy mindenképpen egy sváb parasztház előttben, mögött, körül szeretném ezt eljátszani, hogy az udvaron ülnek a nézők, és ez a parasztház lesz a szimbolikus díszlete ennek az eseménynek. Ezzel is az autentikosságot akartam egy picit erősíteni. Viszont ennek ugye megvan az a hátránya, hogy májustól szeptemberig tudjuk játszani, mert az időjárás, ha kegyes hozzánk, akkor ebben az időben lehet mondjuk 100-150 nézővel kint lenni. A kitelepítés emléknapjára készülve úgy döntöttek, elkészítik a darab beltéri változatát is. Sokat gondolkodtak azon, hogyan nézzen ki a beltéri kőszínházi verzió. Festessünk egy ilyen papírmasé díszletet, vagy csináljunk úgy, mint hogyha lenne mögöttünk egy épített ház. És én, amikor egyszer volt egy összemondó próbánk Fekeden, akkor mondtam, hogy nekem sokkal izgalmasabb, ha ez egy körtérben játszódik, mert hogy ott ül mellettem a színész, és mivel a dialógusok élők, a karakterek élők, a játszók intenzitása sokkal jobban megérezhető vagy megérthető. És hát természetesen ez ugyanaz az előadás, mint amit augusztusban csináltunk, csak ettől, hogy megváltozott a tere az egész előadásnak, máshol lettek mondjuk ilyen hangsúlyosabb részei, vagy néhány helyen változott a dinamikája. Ackley Krisztián egyik alkotói gondolata szerint a színházi alkotónak kell valamit kezdenie a magyar identitással. Ezzel a magyar identitással pedig úgy kell valamit kezdeni, hogy az ne egy politikai állásfoglalás legyen, véleménye szerint. Engem az érdekel, hogy minket, akik itt élünk most Magyarországon 2022-ben, mik azok a történetek, amik összetartanak. És az 1940-es évek Málenki robotja, vagy a sváboknak a kitelepítése, az szerintem hordoz magába olyan transgenerációs traumákat, aminek mi még most is hordjuk a keresztjét. Csak lehet, hogy nem tudunk róla, vagy nem foglalkozunk vele. És én szerintem az a feladatunk nekünk színházi alkotóként, hogy a színház eszközeivel, tehát nem is tudom, hogy nem a... Tehát nem az emléke, hát talán az emlékeztetés, ez a jó szó, de nekünk nem az a célunk, hogy föltépjük a sebeket, és hogy a régen halott bűnösöket itt most felelősségre vonják előttünk, hanem az a célunk, hogy valahogy azt hangsúlyozzuk, hogy ez egyszer már előfordult, és soha többé nem szabad előfordulnia. A produkció benne van a Déri Nép programban, amely egy országjáró program. Amikor bekerültek, sok elismerést kaptak, hiszen már régóta keresett volt egy ilyen téma. Több történelmileg érintett magyarországi településhez kapcsolódik a darab, ezért sok előadásnak néznek elébe a következő években. Nationalitätenstipendien wurden feierlich im Jenka-Gymnasium übergeben. Die Auszeichnungen wurden vom Staatssekretär Miklós Soltész
zwischen Bayer und Jinka Gymnasiasten überreicht, die am Nationalitätenunterricht teilnehmen. Mit der Auszeichnung wurden ihre guten Lernergebnisse und Aktivität für die Gemeinschaft anerkannt. Összesen 10 diák vehetett át nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj elnyeréséről szóló oklevelet a Gyönki Tolnai Lajos gimnáziumban. Ezt a díjat azok a kiemelkedően tehetséges idegen nyelveket tanuló fiatalok kaphatják meg, akik az iskolai feladataik mellett komoly közösségi munkát is végeznek. A 18 éves Oszkó Katalin nem hagyományos váb családból származik, szorgalma és rátermettsége mégis alkalmassá tette az ösztöndíj elnyerésére. Én csak ide kerültem, tehát testvérem is ide járt, és nagyon megtetszett neki ez az iskola, és akkor én is úgy döntöttem, hogy akkor itt tanulok tovább. Nagyon érdekelt a német nyelv, és szeretnék is majd Németországra utazni, vagy pedig Olaszország német ajkú részére. A mostani általon nem csak Tolna megyei diákok munkáját ismerték el, a magyarországi németek általános művelődési központjából 6 tanuló pályázott sikeresen. Az én családomnak is ugye sváb family vannak, és hát mi is ápoljuk a hagyományokat, mindig a mamám is süt házi keltésztát, meg kalácsokat, és igazából én már fiatalon megismerkedtem a magyarországi németek kultúrájával, és hát nagyon érdekelt, és nemzetiségi óvodába is jártam, iskolába is jártam Várdomra, és úgy gondoltam, hogy hát érdemes, hogyha már ennyire érdekel, akkor német nemzetiségi részen folytatom a tanulmányaimat, és akkor ezért mentem az MNAMK-ba, mert ott nagyon fontos szempont az, hogy ápolják a svábok hagyományait, és akkor hát ugye több program keretében valósul ez meg. Ugye én is járok az Emzige Hendére, ami egy olyan csoport, ahol különböző programokat szervez nekünk a tanár úr, és hát múltkor például mézes kalácsot sütöttünk sváb recept alapján. Az ösztöndíjban részesülő diákok mindegyike már most fiatalkoruk ellenére is komoly részt vesz ki a lakókörnyezetük német kultúrájának ápolásából. Ez egy kellemes időtöltés végül is nekünk, mert szeretjük ezt a témát, szeretünk róla beszélgetni, és hát ugye szóba esett az is, hogy volt ez a teátertág, ugye színházi nap is, ugye, hogy én is szervezkedtem ott, segítettem szervezkedni, és hogy igazából ott is alap volt az, hogy a sváb kultúrát valamilyen szinten belevigyük az egészben. A programot 2011-ben indított el Magyarország kormánya, kifejezetten olyan rendkívül tehetséges középiskolás diákok számára, akik a világ legrangosabb egyetemein anyanyelvi környezetben szeretnének később tanulni. 2010-ben, mikor elkezdtünk kormányozni, akkor letettük azoknak a feladatoknak az alapjait, amelyek a nemzetiségek lemorzsolódásának a megállítását szorgalmazzák, adott esetben pedig megfordítani azt a nagyon negatív folyamatot, amit elindult. És mindenképp fontos volt ezen belül az oktatásnak, a nevelésnek is a kérdése. És nem véletlenül hoztunk meg olyan támogatási lehetőségeket, jogszabályokat is, amelyek megerősítették a nemzetiségi oktatást. Ennek eredményeképpen több mint 8-szorosára nevelkedett a nemzetiségi iskoláknak a jelenléte szerte az országban, most már 100-at tartanak fel. A kezdeményezés valóban sikeresnek bizonyult, hiszen mostanra meg sokszorozódott az igénybe vehető támogatási összeg, ez pedig annak köszönhető, hogy évről évre egyre több pályázat érkezett be a magyar diákoktól. Nagyon fontos volt az is, hogy jelezzük a diákoknak, a fiataloknak azt is, hogy az a törekvésük, amely részben szolgálja saját tanulmányi eredményeket és jó eredményeket. Másrészt pedig, ha a közösséget szolgálnak, ezt valamilyen módon mégiscsak hát honoráljuk. Talán csúnya szóval mondtam, de mégiscsak ez volt a cél. És a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2011-ben alakult meg, akkor indítottuk el, és azóta több mint 270 fiatal kaphatta meg. De miután mind a pedagógusok, mind pedig a diákok is jelezték, hogy néha ez feszültséget okozott egy-egy osztályban, nehéz volt dönteni, mert sok tehetséges gyermek van. Ennek létszámát most megemeltük annyira, hogy szeptembertől most már egy iskola 4 helyet már 12 gyermeknek a jelölését küldheti be. Az átadón tehát 4 Tolna megyei és 6 Bács-Kiskun megyei fiatal munkáját ismerték el.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.